Május közepétől pályázhatnak a lakószövetségek tömbház szigetelésre, ennek köszönhetően több mint 20 tömbház újulhat meg. Jó hír a gazdáknak, a megszokottnál jóval később, de végre elkezdődött a 2015-re szóló egységes mezőgazdasági támogatások kifizetése. Kezdődik a legeltetési idény, április 30-áig lehet kiváltani az engedélyeket az esztenák működtetésére. Köszöntöm a Fénypont nézőit, friss hírekkel jelentkezzünk, tartsanak velünk! Május 16-ától lehet megpályázni a tömbház szigetelést a regionális operatív program keretében. Erre kizárólag lakószövetségek pályázhatnak az önkormányzattal közösen. A kiírásnak köszönhetően Gyergyószent Miklóson több tömbházat is hőszigetelhetnek. Megjelentek a végleges útmutatók középtávú finanszírozás igénylésére a regionális operatív program keretében, így többek között tömbház szigetelésekre is lehet vissza nem térítendő támogatást igényelni. Gyergyószent Miklós önkormányzata korábban is szorgalmazta, hogy a tömbházlakás tulajdonosok társuljanak és lakószövetségeket hozzanak létre, egyebek mellett azért is, hogy a programban részt vehessenek. Idén lakossági fórum keretében arról zajlott egyeztetés a tulajdonostársulások képviselőivel, hogy milyen feltételek mellett lehet a programban részt venni. A fórumra meghívott szakemberek elmondták, első és legfontosabb lépés, hogy a tulajdonosok egymással egyeztessék, hogy mit is szeretnének, mivel a tömbházlakás tulajdonosok legalább kétharmada bele kell egyezzen a programban való részvételbe, amelyről az adott lakószövetség határozatot kell elfogadjon. Pályázni többféle munkálatra is lehet. Elsősorban az épület energiahatékonyságát növelő beavatkozások azok, amelyek bekerülhetnek a projektbe. Ezek mintegy 85%-ban kell, hogy a projektbe betett munkálatokat fedezzék. Ez azt jelenti, hogy a falak, a tető, illetve a padlózat burkolása, szigetelése kerülhet bele elsősorban, adott esetben a hőrendszerek cseréje, és emellett 15%-ban dönthetnek a lakótulajdonosi társulások arról, hogy egyéb kiegészítő munkálatokra is finanszírozást kérnek, tehát ez a pályázat összértékének a 15%-a lehet szó például villamos hálózat cseréről, lehet szó homlokzatjavításról, akár az épület alapja melletti védőjárdák kijavításáról, de ez minden egyes esetben az adott tömbház és a lakótulajdonosok döntése. A tájékoztató alkalmával elhangzott az is, hogy csak az 1950 és 1990 között épült teljes tömbházak vehetnek részt a programban, egy lépcsőház sem maradhat ki. Ha a tömbház föld szintjén speciálisan kereskedelmi célra épített felületek vannak, ezek részvétele a programban nem kötelező. A jelenleg nem lakhatási célra használt, de lakás célra épült lakrészek viszont kötelezően részt kell vegyenek a pályázatban. Kizárólag tehát lakószövetségek pályázhatnak az önkormányzattal közösen. Első lépésben tehát az volt a legfontosabb, hogy minden tömbháztól, ahol már a lakószövetségi társulások létrejöttek, vagy legalább el van indítva ennek a folyamata, az adminisztratív bejegyzési folyamata, megkapjuk azokat az aláírt íveket, hogy igenis ők döntöttek arról, és a tulajdonosok kétharmada beleegyezett abba, hogy a tervek elkészüljenek, és ebben a programban részt vegyenek. Ennek értelmében a tervező már a héten azon dolgozik, hogy a tömbházakat műszaki szempontból felmérje, és készítsenek egy előzetes szakvéleményezést arra, hogy milyen munkálatokra lenne szükség. Ezeknek a munkálatoknak körülbelül előzetesen számolva mennyi lenne az értéke, hogy utána mind az önkormányzat, mind a lakók számolni tudjanak azzal, hogy mit tudnak ebből vállalni, milyen munkálatokat szeretnének a pályázati dokumentációban benyújtani finanszírozásra. Sajnos a testület által jóváhagyott tömbházak közül már ketten visszaléptek, a Bucsin negyed 3-as, illetve a forradalmi negyedi A-tömbházban nem gyűlt össze a tulajdonosok kétharmadának a jóváhagyása. Ez azt jelenti, hogy ők, az ő esetükben már a tervezési, műszaki felmérési munkálat sem kezdődik el. Az összes többi tömbháznál viszont legyenek akár a Gyilkos-Tósugár-úti, a Kórház utcai Bucsin Virág és forradalmi negyedi tömbházak, elkezdődik a műszaki felmérés, már most a helyszínen vannak a szakemberek is dolgoznak ezzel az önkormányzatnál, a mai nap is a megbízott szakcég képviselői voltak egyeztetésen. A lakók, az önkormányzat és a megbízott szakcégek folyamatos kapcsolatban vannak annak érdekében, hogy minél hamarabb megszülessen az a szakvéleményezés és az a két darab javaslat, amelyet a törvény előír, mint előterjesztés, tehát a szakcégnek két javaslatot kell előterjesztenie arra,
hogy mit javasol, és ezek közül választania kell majd a lakóknak és az önkormányzatnak közösen. Erre a határidő egy hónap, amit kapott a szakcég a felmérés kapcsán, és reméljük, hogy ezt követően a lakók elé már egy átlátható munkálati képet tudunk benyújtani, hogy nézzék át, mit szeretnének. Az elszámolható költségek 60%-át az EU és Románia kormánya biztosítja. A fennmaradó költségeket a tulajdonosok és az önkormányzat közösen kell, hogy fedezzék. Egy pályázat értéke 100 ezer euró és 5 millió euró között kell legyen. Pályázni csak az önkormányzat tud a lakószövetségekkel kötött szerződés alapján. Az előkészítési költségekhez a lakószövetségek nem kell hozzájáruljanak. Ezeket az önkormányzat készíteti el, majd ezeket elszámolhatja a pályázat költségvetéséből. A pályázati útmutató szerint május 16-ától egészen november végéig nyújtható be finanszírozási kérelem. A városvezetés és a szakcég kifejezett célja azonban, hogy a pályázatot az időszak elején benyújtsák, hogy ne kelljen a pályázati alapok szűkösségének rizikójával számolni, nehogy a sok igény miatt egy idő után már ne fogadjanak kéréseket. Biztosabb, ha a kérelmezők listájának elején vagyunk. Nyertes pályázat esetén a munkálatokra jövőben kerülhetne sor, és várhatóan egy-másfél éves futamidejű lehet. Mezei János Gyergyószent Miklós tisztségéből felfüggesztett polgármester ekkorában bejelentette, hogy nem indul újabb mandátumért a megyei jogú városban. Az MPP Hargita megyei gyűlésén azonban eldőlt, hogy magasabb tisztségre pályázik. Ő vezeti ugyanis az MPP Hargita megyei listáját és megyei tanács elnöknek jelölik. A lista második helyezettje Salamon Zoltán megyei elnök csíkszéki jelölt, a harmadik pedig várhatóan udvarhelyszéki lesz. Tavaly 26 ezer Hargita megyei gazdálkodó kérelmezte a területalapú támogatást, az igénylőknek azonban csak alig több mint fele kapta meg 2015 végén az alaptámogatás 70%-át. Jó hír a gazdáknak, hogy végre elkezdődött a mezőgazdasági támogatások kifizetése. A napokban több mint 20 ezer érintettnek utalják a neki járó összeget. Mivel 2015-től egységes támogatási igényléseket tesznek le a gazdák, a kifizetések megkéstek, tavaly a megszokottnál később rajtolt a mezőgazdasági támogatás igénylés időszaka. A 26 ezer kérelmezőből előző év végén 13.056 gazda számlájára utalták a pénzt, az alaptámogatás 70%-át. Tudjuk azt, hogy egységes kérést tesznek le a gazdák a tavalytól kezdődően. Épp ezért történhetett meg az, hogy a kifizetések nem történtek meg a jelen pillanatig sem. Nagyon kevesen kaptak előleget, a többi gazda, aki nem kapott előleget, az nagy valószínűséggel egyszerre meg fogja kapni a támogatás teljes összegét, aki pedig előleget kapott, az a különbözetet fogja megkapni. Eddig a Hargita megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökségnél 20.544 támogatási kérelmet készítettek elő kifizetésre, a következő két hétben ennyi gazda folyószámlájára utalják át a pénzt. 1.265 kérelem esetében már kiállították a fizetési utalványt, ők kapják meg elsőként a támogatást. A többi érintetnek ennél kicsit később, de viszonylag rövid időn belül utalják az összeget. A terület alapú alaptámogatásra hektáronként 352 lejt kapnak a gazdák. Emellett egy másik támogatás keretében 1 és 5 hektárnyi területig, hektáronként 22 lejt, 5 és 30 hektár közötti területre pedig hektáronként több mint 225 lejt utalnak. Fizetik az országos kiegészítő támogatást is, szántóföldek esetében hektáronként 85 lejre számíthatnak a jogosultak. A 2015-ös támogatások kifizetése idén június 30-áig kell megtörténjen, addig minden gazda számlájára átutalják a neki járó összeget. Tavaly Hargita megyében több mint 26 ezer gazda jogosult a terület alapú támogatásra, ők majdnem 178 ezer hektárnyi földterületre igényelték a juttatást, így összesen közel 13 millió eurót kapnak a jogosultak.
Minden ember, minden közösség, minden ország számára fontos a biztonság, és Románia térségünkben fontos stratégiai szerepet tölt be ebben a tekintetben. A romániai magyarság képviselőiként mindehhez még azt is hozzá kell tennünk, hogy a kisebbség és többség közötti béke is hozzájárul a biztonság teremtéshez. Sajnos ezen a téren az utóbbi időben visszalépést tapasztaltunk, hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök az államelnökkel való kotrocsányi egyeztetést követően, amelyen az RMDS a nemzetbiztonsági törvénycsomaggal kapcsolatos álláspontját ismertette. Az RMDS arra kérte az államelnököt, legyen partner abban, hogy többség és kisebbség viszonya helyreálljon. A szövetség várja azokat a nemzetbiztonságra vonatkozó elképzeléseket, amelyeket a kormány a parlamentben is bemutat a következő időszakban, és amely a nemzetbiztonsági intézményrendszer újragondolására is vonatkozik. Hamarosan kezdődik a legeltetési idény. A legeltetésnek szabályzata van Gyergyószent Miklóson, amit a helyi képviselőtestület fogadott el korábban. Tavaly 26 eszten a működtetési kérelem érkezett a helyi polgármesteri hivatalba, ebből 23 engedéllyel működött, 3 pedig bírságot kapott. Az engedélyek kiváltási határideje április utolsó napja. A legeltetési idény kezdete előtt fontos beszerezni a szükséges engedélyeket. Lényeges tudnivaló az is, hogy a cárinában szabad legeltetni azzal a feltétellel, hogy valaki saját állataival jár. Saját vagy bérelt területen ezt pedig bármikor igazolni tudja. Egyéb esetekben a szabályszegőre pénzbírság róható ki. Az engedélyeket már ki lehet váltani. Ismételten felhívjuk a gazdák figyelmét arra, hogy április 30-áig lehet kiváltani a legeltetési engedélyeket, és mindazok, akik engedély nélkül folytatnak ilyen tevékenységet, akár 2000 leig terjedő pénzbírságot is kaphatnak a szabályszegésért. Emellett mindazok, akik eszten át működtetnek, vagy legeltetésben bárminemű munkálatot vállalnak, nagyon jól tudják a legeltetési szabályzatot, hiszen kézbe kapták azt az önkormányzat illetékesétől. Ebben áll minden tudnivaló, amelyet az engedélyek kiváltásához tudni kell. Jelen esetben például a városházára várjuk a legeltetési engedélyt kiváltani szándékozókat. Itt a személyazonosság igazolványok másolata mellett ki kell, hogy töltsenek 3 darab típus nyomtatványt, amit már ismernek a korábbi évekből, és ezen felül be kell, hogy mutassák a működési engedély ellenértékének kifizetéséről szóló nyugtát, ez 35 lej, amelyet a helyi pénzügyön kell fizetni, és itt a Városháza pénztárába be kell, hogy fizessék azt az 1500 lejes garanciát, amely úgymond a saját felelősségre szóló garancia pénz, amennyiben felelősen és a többieket nem károsítva végzi a munkáját az adott személy, abban az esetben ezt a pénzt maradéktalanul visszakapja, amennyiben bárhol is kár történik az éves legeltetés során, abban az esetben ebből az összegből üti ki elsődlegesen és annyival kevesebbet fog visszakapni. Eddig 3 kérést nyújtottak be, de ezek közül egy igénylési ügycsomó van, amely teljes. Hiányos ügycsomóra nem adhatnak ki engedélyt. A szabályzatot az érdeklődők már korábban is kézhez kapták, ezt figyelmesen át kell olvasni, kérdés esetén pedig az érintettek Mezei Dénes Imréhez, az önkormányzat legelő felügyelőjéhez, vagy a Városháza központi ügyfélfogadójához fordulhatnak. Azok, akiknek a havasbérek kapcsán elmaradásuk van, nem kaphatnak engedélyt, míg nem törlesztik a területtulajdonosok felé tartozásukat. Az idei évben először van olyan panasz is benyújtva a Városházára, hogy valaki több éve nem törlesztette a havasbért a területtulajdonos felé. Ezúton is felhívjuk azoknak a figyelmét, akik érintettek, hogy legeltetési engedélyt egészen addig nem állíthatunk ki, amíg ennek a bérnek a teljes törlesztéséről szóló bizonylatot a területtulajdonostól nem hozza be a Városházára. Felhívják továbbá az érintettek figyelmét, hogy a pásztorkutyákat tartsák szigorú felügyelet alatt, és a vonatkozó állategészségügyi előírásokat tartsák be. Tavalyhoz hasonlóan idén is lesznek ellenőrzések. Cél az, hogy a nyájak, csordák, őrkutyái ne okozhassanak kárt, ne ijeszgessék a gyűjtögetőket, természetjárókat. Április 22-25-e között a Gyulafehérvári Caritas vidékfejlesztés egynapos képzéseket szervez Gyergyószent Miklóson. Ezúttal a fejőgép tisztítás és kezelés, kezdő sajtkészítés, istálló és állathigiénia, takarmányozás iránt érdeklődőket várják. A képzéseket nagy tapasztalattal rendelkező svájci szakemberek tartják. A helyek száma korlátozott, érdeklődni és jelentkezni a képernyőn látható elérhetőségek bármelyikén lehet.
A Gasztropán kiállítás több szakmai verseny helyszíne is volt, cukrászok, pékek és szakácsok legfelkészültebb tagjai több mint 200-an keltek versenyre. Az év kenyere, az év tortája vagy a Gasztropán kupa érdekében, de a tészta szobrászok, a cukrászok tortadíszítő versenyét, a zöldség és gyümölcsfaragók vetélkedőjét is megszervezték. A verseny lényege a hagyományápolás volt, a szakmai hagyományoknak a beépítése a naponta elkészített termékekbe. Az év kenyere Romániában trófeája mindig is egyike volt a Gasztropán szakkiállítás keretein belül átadott legrangosabb díjainak. A versenyen romániai pékek százai mutatták be legújabb kenyereiket, melyek saját technológiával készültek, saját recept alapján. Nincsenek szavaim. Úgy 5-6 évig krumplipehelyjel készítettem a paraszt kenyeret. Aztán egy olyan hír keringett, hogy nem lehet többet használni krumplipehelyet a kenyérbe. Ezért átalakítottam a receptet, hogy legyen teljesen természetes a paraszt kenyér. Az igazán jó kenyérnek a kovász az alapja. Legalább egy 24 órás kovászra, ami a mai napokban nem nagyon alkalmazzák, ugye a gyorsított technológiák nem engedik meg ezt az időket, hogy kivárjuk. De a legjobb kovász, de vannak már olyan kovászológépek, amelyik ezeket is meg lehet oltani. A 2016-os év tortája az íz, eredetiség és román jelleg voltak a legfőbb zsűrizési szempontok. Amikor megtudtam a verseny tematikáját, arra gondoltam, hogy gyerekkoromban mi ízlett nekem a legjobban, és eszembe jutott a kendermagból készült krém, amivel a karácsonyi tortákat töltik meg faluhelyen. A cukrászművészeti kategóriában a versenyzők teret engedhetnek kreativitásuknak és fantáziájuknak. A leglenyűgözőbb cukorpasztából készült művészeti alkotásaikat kell bemutatniuk a szakmai zsűri és a látogatók előtt. Május 7-én szombaton lesz a következő hagyományos és helyi termékek kiállítása és vására Gyergyószent Miklóson. Az árusítani vágyók április 22-ig jelezhetik részvételi szándékukat a megszokott elérhetőségek valamelyikén. Az eladóknak rendelkezniük kell termelői engedéllyel, valamint állatorvosi és közegészségügyi engedéllyel, amennyiben élelmiszert árusítanak. Jelentkezni a képernyőn látható elérhetőségeken lehet. Korondi és Egri diákok készítették el azt a napórát, amit a Határtalanul program keretén belül adtak át a Korondi szakközépiskolának. A kopjafából és fafaragványból álló szerkezet nem csak látványos, de pontos is. Néhány nap múlva majd a korondi diákok fognak hasonlót állítani Egerben. Látványos átadóval zárták látogatásukat az Eszterházy Károly Főiskola gyakorló általános iskola és gimnázium diákjai, valamint kísérői. Egy olyan róvásírással ellátott, embernagyságú napórát állítottak a korondi szakközépiskola udvarára, amelynek nincs párja Sóvidéken. A testvériskolai kapcsolatról és a pályázat keretében megvalósult kirándulásról az egri osztályfőnököt kérdeztük. Ez a mai nap koron meglátogatásáról szólt, a gyerekekkel két hát híres mesterség, illetve mesterséget űző műhelybe látogattunk el, egy korongozó fazekas mester műhelyébe és egy taplász, most már tudom, hogy kell ezt mondani székelyül, taplász műhelybe. A napóra az pedig hát egy közös tevékenységünk eredménye. Amikor ez a pályázat íródott, akkor a fény évét írták a világon, és úgy gondoltuk, hogy a pályázat témájául akkor valami olyasmit választunk, olyan tárgyat, ami egy kicsit ehhez a fényhez is kapcsolódik, a mozgáshoz, meg a világegyetemhez, és akkor ez így a mi összetartozásunkat is jelképezi ez a napóra. A korondi iskola igazgatónőjét arról faggattuk, hogy miért pont korondra került ez a napóra. Úgy kerültünk ebbe a pályázatba bele tulajdonképpen, hogy a Teleki Oktatási Központ igazgatója felvette velem a kapcsolatot, hogy az egri Eszterházy Károly gyakorló főiskoláról jönnének diákok, és mivel nem mindig csak szováta legyen benne, úgy vette, hogy itt is ugyanolyan profilú az iskola, megkérdezett, hogy nem-e állnánk be. Az átadón jelen volt mind a 40 egri diák, kísérőik és az egri iskola igazgatója is. Elsőként a korondi iskola igazgatója köszöntötte az egybegyülteket, majd megköszönte a látványos ajándékot. Az egri iskola igazgatója is háláját fejezte ki, valamint örömét, mert véleménye szerint az átadott napóra az összetartozást fogja erősíteni és jelképezni.
Az ünnepség során egy diákot is megkérdeztünk, aki az óralap 8-as számának kifaragásában segített. Ha jól értesültem, te is dolgoztál ezen a napóra elkészítésén, és te is faragtad. Mennyire volt nehéz, vagy te faragtál már ilyesmit? Hát az igazat megvalva, én még csak úgy linót metszettem, ami hasonló eljárás, így a grafika terén. Igazából napórával még úgy nem foglalkoztam. Nekem egy jó időtöltés volt. Eleinte egy picikét voltak nehézségek, ugye, de egyébként úgy a végére egész jól sikerült, azt kell, hogy mondjam. Tudod, esetleg emlékszel arra, hogy melyik számot faragtad, vagy a kopjafát esetleg? A 8-asat faragtam én, abban voltam, aztán a kopjafába is segítettem végül is. Utolsó kérdésem az lenne, mi tetszett neked itt az Erdély utat során, a kirándulásán a legjobban? Ezt igazából nehéz lenne eldönteni, ugyanis annyi program volt, illetve érdekesség, ami miatt így az ember, hát ez a bőség zavara szindróma, de talán úgy a kirándulás is érdekes volt, illetve ez a faragcsálás. A beszédek után a magyar és székely himnusz csendült fel, együtt énekelt erdélyi és magyarországi diák, valamint pedagógus. A programnak folytatása is van, ugyanis másfél hét múlva 40 korondi diákot várnak az EGRI iskolába, ahol egy hasonló napórát fognak közösen elkészíteni. Stábunk az ünnepség végén kipróbálta az órát, és bár a percmutató hiányzik az óráról, ez valóban a pontos időt mutatta. Mivel idén május 1-e és az ortodox húsvét egybeesik, kevesebb munkaszüneti napon pihenhetnek az alkalmazottak, hiszen csak a hétfőre eső május 2-án nem kell bemenniük dolgozni. Az év további részében húsvét másodnapján kívül további 7 munkaszüneti napot írnak elő a vonatkozó jogszabályok, ám ezekből is 2 nap hétvégére esik. Pünkösd június 19-e és 20-a vasárnap, illetve hétfő. Szűz Mária mennybe menetelének ünnepét augusztus 15-én tartják, ami szintén hétfőre esik. Ezt követően Szent András ünnepe következik november 30-án, ami szerda. December 1-e idén csütörtökre esik, karácsony első és másodnapja pedig vasárnapra és hétfőre, ami miatt újabb egy hivatalos szabadnaptól esnek el az alkalmazottak. Ezek voltak híreink április 13-án, maradjanak velünk, hamarosan kezdődik a Székely Konyha főzőműsor, friss információkkal holnap is várom Önöket. Szép estét, viszontlátásra!